Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben legendák mutatkoznak be. Beszélünk arról, hogy mit tette híressé Európában, Magyarországon az Alba Régia táncegyüttest, amely ebben az esztendőben ünnepli 70. születésnapját. Vendégem egy legenda, aki megteremtette annak a lehetőségét, hogy erről egyáltalán beszélhessünk. Botos József, tisztelettel köszöntelek. Hát köszönöm szépen a bemutatást. Talán legendáról nem kell azért beszélni, de hát én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. No, de hát ha csak felsorolom a címeidet, ugye a szocialista kultúráért miniszteri dicséret, Velinszky díjak, Csemadok díjak, Pro Civitate és természetesen Székesfehérvár díszpolgára, és akkor még nem beszéltünk meg annyi koreográfiai díjról, és mindarról, ami az Alba Régia táncegyüttest táncegyüttessé tette. Mi viszont én úgy gondoltam, hogy most beszéljünk egy kicsit, a táncegyütteshez hozzátartozik szervesen, az a fajta misszió, ami 1972. május 6-án kezdődött Budapesten. Az a táncház, ahol ott volt veled a Hortobágyék, Fekete Katalin, és nagyon sokan, és ott volt Martin György, a Pesovár fivérek, Novák Tata, Tímár Sándor, Halmos Béla, Sebő, Csóri Sándor, és még nagyon-nagyon sokan. Mi volt ennek az eredendőnek a jelentősége a te szakmai életedben? Hiszen tudjuk, hogy 71-től már tánckarvezetőként a Fejér megyei népi együttesben dolgoztál. Hát igen, ez egy gyönyörű korszak volt, és ez az indulás is egy nagyon emlékezetes dolog. Mi akkoriban a felsőfokú tanfolyamra jártunk Budapestre. Akkor még nem volt táncművészeti főiskola, akkor ez volt a legmagasabb iskolai végzettséget adó a tánc szakmában. És hát éppen a Tímár Sanyi első felesége, a Novák Ferinek az első felesége, a Foltin Juli, és hát Liszt díjas táncosok jártak velünk együtt egy osztályban, és a Juli és a Hes Kati, így hívták a feleségeket, mondták, hogy nagyon izgalmas dolog fog történni a könyvtárba, a Liszt-Ferenc térre menjünk el feltétlenül. Hát akkor Fehérváron kellett nekünk természetesen felutazni. A Feri azt tudta, a Fesvár Feri, hogy ez lesz, és ő is meglepődött, hogy mi is tudunk róla, mert akkoriban aztán együtt mentünk erre. Emlékszem még arra is, amikor Csóri Sándorral valahogy éppen az Ámolyról jöhetett, vagy Fehérvárról ment fel Budapestre, és akkor kérte meg például a Béres vagyok, Béres színű könyvének az előszavát, hogy írja meg. No, ott vagyunk a Liszt-Ferenc táncházban, és pálinkával fogadnak minket, és megy a nagy táncolás, és olyan fajta táncokat láttunk, amiről a Tinka, a Martin György, akinek már akkor mi tanultuk a Tánctípusok és Táncdialektusok című könyvét, őnek ez volt a szakdolgozata. Mi meg ezt tanultuk első kézből tőle. És mi voltunk az első olyan generáció, akik megtanulhattuk a tánctípusok szerinti, tájegységek szerinti táncolásmódot. Persze úgy, hogy még akkor tekertük a montázsasztalt, és úgy próbáltuk levenni a figurákat, mert Erdélyben nem mertünk át. Ugyanakkor a Juli, aki a Foltin Juli, akinek a férje ugye Novák Feri, ő pedig a szakdolgozatát, szék monográfiát írta meg. És ő ott rácsodálkozott a széki táncát. És bemutatták ebben a Liszt-Ferenc téri könyvesboltban azt a filmet, amit egy Feriék csináltak, hogy hogy néz ki a táncrend például széken. És akkor utána azokat a táncokat tanultuk meg. Hát annak az elementáris erejéről nem akar hadni beszéljek, az döbbenetve nézte mindenki, és úgy csodálkoztunk rá, mint amik soha nem láttad valami. És azt azonnal eldöntöttük, hogy természetesen valami ilyesmit ezt kell ezután csinálni. Az Alba Régiának szeretném megjegyezni, mert volt is a Fejér megye népegyüttesnek 10 évvel korábban a Fesovár Feri sugallatára, amikor az alapi gyűjtéseket megcsináltam, akkor megkezdtük mi az alapi táncoknak a színpadra vitelét, az eredeti autentikus táncot. Föl is vittek meg minket Budapestre, mutassuk be. De akkor sem a szakma, semmi, se senki nem volt igazából úgy meg a hangulata, nem volt úgy fölkészítve erre a dologra, hogy mi beszéltünk valamiről, mert senki nem tudta, mi az. Itt ez érdekes volt a találkozás, mert eddigre már közelebb került valahogy, úgy látszik mindenki ehhez a dologhoz, főleg a Tinka könyverévén,
És a mi áldásos tevékenységünkén is már akkor elkezdődött, ezt lehet csinálni, és ezt kell csinálni. Hát azért ennek óriási hatásai voltak a szakmára, és itt szomorúan megjegyzem csak, hogy nagyon sok a régi táncmesternek kellett abba hagyni emiatt a hivatását, mert nem tudta felvenni, átvenni ezt a fajta stílust. És ez ránk hárult, és ez így nem volt egy... Jóska, amikor hazajöttetek, mit szólt ehhez Ásó István? Hiszen nagyon sok múlt rajta. Igen, hát mi természetesen, pontosabban én, mert én voltam a tánckarvezető, mindannyian akkor még külsősök voltunk, valamennyien iparban dolgoztunk akkoriban, és közben végeztük ezt a iskolát, és a Pistának mondtuk, hogy de a Pista se tudta, miről beszélünk, ő nem volt ott ebbe a táncházba, nem értettem igazából az, hogy az autentikus tánc, ez szimpatikus volt neki, mert az, mondom, az alapiaknál táncokra, Pesvárfejre beszélésre már volt kísérlet erre, de hát ő akkoriban, meg kell, hogy mondjam, nagyon nem túl jó színvonal volt az együttes, kevesen is voltunk, és ott egy kicsit lefoglalta a társas tánctanítás, mert a pénzek abba volt természetesen, és hát jó kis időnek el kellett tenni. Másodjára megcsinálhattuk volna az országba, de egy évet is elhúzódott, mire aztán végre ez megvalósult. Mégpedig úgy, hogy a Nefelimi, amikor beépült Pesten ebbe a Mákvirág zenekarba, nekem Imrét én erre kértem meg, mikor elment, hogy épüljön be egy zenekarba, és hozza ezt a stílus le, és tanítsa meg Fehérváron. Az Imre nagyon-nagyon szorgalmas, nagyon-nagyon tényleg az rögtön megcsinálta ezt, és sikerült mindjárt szinte első alkalommal beépülni a Vágpirág zenekarba, és egy vasárnap zsultán hozza le nekem a Jártó Csabát a halkásomra, hogy a Csabáik lejönnének szívesen Fehérvárra zenélni. Akkoriban tudjuk a Borói féle zenekarra, aztán a zenéskola tagjai zenéltek nekünk, és hát nagyon kínlottunk velük, mert ezt én már akkor például éppen ennek hatása, hogy a legényeseket akartam tanítani, de a zenekar nem tudta lejátszani. De azt képzeld el, amikor ott van a Kotta, ugye, nem érzi a ritmusát, látja, mi van odaírva, le is játsza, de annak se íze, se zamata nincsen, mert nem láttak ők sem még ilyen táncot. És hát nagyon nehezen lehetett táncolni. És amikor aztán a Mákvirágot levarázsoltuk Fehérváron, eljöttek az első próbára, és ott oldalt emlékszem, mikor látták, hogy a zenekar kínlódik ebben, akkor megkérdezem, most játsszátok ti ezt el. És akkor, hogy ő náluk megszólalt, hát a kicsit mosolyogtató volt a dolog, mert ott vannak, képzeld, ezeket a ládából kifaragott, régi, nagyon ótvaros hangszereket, a szószoros értelmében úgy néztek ki, hogy hát megmosolyogták őket, hogy mit akarnak ezekkel a hangszerekkel itt, és akkor, mivel elkezdett ritmusosan szólni ez a dallam, akkor természetesen mindenki, hogy mi ez. Az volt a csoda. És hát akkor itt ez egy újabb váltás történt, és akkor megkértik őket, hogy a továbbiakban ők kísérjenek bennünket, és jártak le Budapestről sokáig, és ők voltak azok, akik aztán az első táncházat, a Szijjártó Csabát például, aki a zenekar vezetője volt, Fehérvári lányt is vett el feleségül, az táncosunkat, és ő volt az, aki aztán bekült a megyei művközpontba, és főállásban dolgozhatott, és kezdte szorgalmazni, hogy akkor az építőknél legyen meg az aj. Mi megtanítottuk be a dalokat a próbán, tanítottuk be a táncokat, és mi voltunk a minta. Tehát ez párhuzamos volt, a népi együttes, és akkor jött az a legendás, pontosan február 16-án lesz 45 esztendeje, amikor az építők művelődési házban ott volt Botos József, a Hortobágyi fivérek, Fekete Kati és a Mákvirág. Igen, és az Ásó Pista, mert ő volt a főelőadója ennek. És ő volt a főelőadó, aki nem tudta akkor még, hogy ez micsoda. Igen, ő aztán azt a feladat választja, hogy az ugrós részét, az alapi ugrós részét ő tanítja, belátszik is egy-két képén, de itt még a historiához hozzátartozik azért, hogy akkoriban csináltuk ezeket a képes, illetve kottás meghívókat, ahol a dalok le voltak kottázva írva, hogy az első dalokat meg tudjuk tanítani. Hiszen ez új volt mindenkinek. Így van, akkor nem tudott senki egyetlen egy dalmat, ezt az általános iskolában nem lehetett megtanulni. Ez teljesen másfajta énekstílus volt, és teljesen másfajta énekek.
És hát azért a feleségemet hadd említsem meg, hogy dolgozott ugye két gyerek mellett, még dolgozott, és éjfélekig csinált ezeket a kottákat társai munkával azért, hogy ez meglegyen. És hát ezeket ki tudjuk osztani. Most körülbelül 4-5 ilyen táncházra csináltuk a kottákat, utána mivel a nyomdai technika akkor elég gyerekcipőben járt, nagyon nehéz volt ezt kivitelezni, ezeket a kottás meghívókat, és drága is volt. Aztán egyszer csak elkezdtük számozni a meghívókat, azt csináltunk egy standard meghívót, és utána már ez volt. Hiszen a népművelői kollégáim, akik nagyon nem hisztek ebben a dologban, hát ma Jóskám egy pár táncházat megértek, aztán utána úgyis kimegy a divatból, és kész. És nem ment ki a divatból. És hát 40 annál éve. Is inkább, hiszen ha azt mondjuk, hogy ki mindenki járt Fehérváron, akkor szerintem ámuldoznál, hiszen a Sebőék, a Halmos Béla, a Muzsikás, a Vízöntő, a Regés, aztán később, mikor már Knejfelményeknek megvolt a Tilinkó, tehát ha most ezeket elmondjuk, és mind nem csak Magyarországon, hanem az egész Kárpát-medencében is híres zenekarok. Tehát hát akkor ők voltak a zenekarkon, meg lehetett egy kézen számolni, hogy hány zenekar van az országban, aki ezt műveli. Ma meg már nem tudnánk sok kézen megszámolni, hány ilyen zenekar van az országban. De ez egy küldetés volt részletekről. Hát persze, ez egy hihetetlen, egy triumfálás, egy sikertörténet. Kevés szó esik Pesovár Ferencről, pedig ő mindig, mindenkor ott volt. Nem részedről kevés, úgy általában hajlamosak vagyunk a modernitás jegyében a máról meg a jövőről beszélni, holott nagyon is fontos, alapvető szerepet játszott barátodként is. Én azt gondolom az egész néptánc és a népi kultúra meghonosításában. Mi az, amit neki utólag köszönhetünk? De nagyon örült annak, amikor mi erre rácsodálkoztunk, amikor jöttünk haza Pestről, a Liszt Ferenc téről, akkor hát elhatároztuk, és ő is segített abban, ő volt a néprajzi tanácsadó, és nálak is segített abban, hogy igen, igazuk van a gyerekek, ezt kell csinálni, és segített bennünket dallamokkal, könyvekkel, segített abban a filmekkel, hogy filmvetítések is legyenek ebbe a táncházba. Akkoriban a táncházban irodalmi előadások voltak, filmvetítések voltak, versmondások voltak. Akkoriban egyfajta olyan közösség jött össze a városból, hogy valamennyi művész, a művészettörténészek, végéképzőművészek, írók, költék, Takács Imrétől, Luhász Péter, mindenki megjelent, és ott volt, hogy mi ez. A könyvtárosokra, mind emlékszem, akik ott voltak, jelen voltak akkoriban, egy klub volt, ahol mindenki megpróbált beállni, de hát ugye nekik az éreig volt, nehéz volt ezt a táncot fölvenni, de mindig ott voltak. És a Feri is természetesen ez neki egy kihagyhatatlan hely volt, és itt érezte jól magát, mikor visszaigazolást kapott arról, hogy az a munka, amit ők csináltak, akkor ez él, és a fiatalok átveszik, és lelkesednek érte. Ugye a párhuzamok megvoltak itt, és a 70-es évek legendái után jött egy újabb generáció, és a táncházak, illetve a népi együttesben végzett munkának megfelelően lehetett építkezni, hiszen olyan korosztály nőtt fel, akik aztán továbbvitték a vezetéseddel a táncházakat egyik oldalról, a másik oldalról pedig az újabb és újabb előkerült, vagy éppenséggel gyűjtött dallamokat, táncokat is megtanították. Hát az Albergel Tánc Együttesnek a szerepe ebben az egész táncügyben attól kezdve, amikor én nézetvezető lettem, aztán bekerültem főelődőnek én is a Megyei Műsik Központba. 1976-ban volt, amikor én az iparból becsábítottak Kássó Pista helyére, és hát ez elég nagy köröszt volt akkoriban, Pista után átvenni nem volt egy egyszerű dolog, elég nagy hírű, nagy tekintélyű táncmestere volt a városnak, és hát meg is kérdezték akkor a népvelők, hogy én mit is gondolok erről, hogy fogom én ezt csinálni, én nem voltam népvelő, ugye. Akkor már ugyan végeztem ezen a felsőfakon, és hát elmondtam, hogy egy együttest akarok csinálni, akit az ország elfogad, egy-két a megye elfogad elsősorban, aztán elfogad mindenki, hogy vezető szerepet kívánok ennek az együttesnek. Ennek a vezető, hogy módszertani feladatai lesznek az együttesnek, kineveli az utánpótlásgárdát, kineveli a módszertanokat, elkészítjük a módszertanokat, a gyerekek a gyerektáncokat csinálták végig, a felnőttek, vagy az első csoport pedig a felnőtt táncanyagot táncolták végig,
zenei anyagokat, tehát a Tilinkóval játszottam, ott tanulták meg a tánctípusok, táncdialektusok stílusait, mert ki volt adva, hogy mindent, hogy hogy kell lejátszani, Somogyit, a Duántúni, adottam neki összes dallamot, hogy ezek játszhatók csak le ebben a típusban. Annak idején ezeket senki nem tudta. Igen, a módszertan a bűvös szó. Persze. Ez volt a feladatunk, és az együttest ennek a szolgálatába állítottam teljesen, hogy azon túl, hogy siker, azon túl, hogy szerepelni kell, de ha le kell, vagy táncolni kell menni, tanítani táborokba, táncolni kell menni, segíteni egy másik együtteshez, vagy betanítani valamit, akkor nekünk ők ezt vállalták fel. És hát akkor ez egyre szélesedett, minél többen, ugye, mert a társaságnak volt, aki csak a közösség miatt jött, volt, aki nagyon szeretett táncolni, de volt, aki ennél többet akart, és ez, akik többet akartak, meg is kapták ezt a lehetőséget, és igyekeztem mindenkinek feladatot adni. Ez hál' Istennek nagyon-nagyon sokan lettünk a végén, ma már nem tudnám megszámolni, hogy hányan tanítanak a megyében és az országban. Megszámlálhatatlan koreográfia fűződik a nevedhez, ez mind leírt dolog. Tehát ehhez is kellett a módszertan, tehát nem adhok alapon születtek meg a koreográfiáid, hiszen rengeteg sikert értetek el ezekkel, hanem ez tudatos volt, ugye? Tehát felépítetted. Hát nem fogadtak el bennünket. Az együttest nem fogadták volna el, ha nincs, ha nem vezető együttes. Tehát amikor először jutottam, először a Szekszári Fesztiválokon 10 év legeredményesre nyertük el. De utána, amikor az országosra, hova csak meghívással lehetett elkerülni Szolnokra, és 3-szor egymás után sikerült ott nyerni, akkor lettünk mi együtt, akit elfogadott az ország, és elfogadott a megye is, mások is. Tehát gondold el azt a harcot, amikor a régi koreográfusok, akik nagy hívek voltak, látták, hogy mit csinálunk, azt is a régi stílusát nagyon megszerették és elfogadták. Csak így adhattunk iránymutatást, hát ha nem vagyunk hitelesek, nem fogadnak el bennünket, és ezek a koreográfiák kellettek. 30 koreográfiát csináltam, ebből 17 díjat nyert. Tehát ez volt, ami megalapozta azt, hogy az együttesnek az első sikereit, ez az Európa díjig, a Shenyangi díjig, és azt a rengeteg minden más díjig, mert ezek voltak a lépcsők. És utána az se semmi, hogy mondjuk úgy 90-es évektől napjainkig megőrizni ezt a szintet. Igen. Ez már lesz 40 éve. Nem sok együttes van ebben az országban, aki 40 évi munkálkodás után is ott tud maradni valahol az élvonalban. Nagyon sokan leföl hullámoztak a ranglétrán, és hát hál' Istennek a mai napig ugye a utódok viszik ezt tovább. Amikor arról beszélünk, hogy kell egy otthon, ugye egy kicsit vissza kell, hogy tekintsünk a múltba, hiszen vándorló időszak volt a táncházak életében is, aztán a népi együttes életében nem különben, hiszen nem volt hely. A Malom utcai táncház megépítése szintén a nevedhez Kovács Gyuri bátyjával közösen fűződik. Ez egy óriási lépcső. Országszerte sem volt ilyen, hogy egy népi együttes önmagának házat épít, ami az otthona. Hát ez egy ilyen mulatságos szituáció volt, amikor először a 90-es években minden művészeti házat szüntettek meg és bontottak. Mi meg építkeztünk. Ez egy abszurdum helyzet volt, hogy hogy van ez, hogy máshogy szüntetnek meg, mi meg építünk kulturális intézményt. De hát ott annyi ember akarata, amint annyi ember segítette, az építőktől kezdve, a tervezőtől kezdve, a Kovács Gyuritól kezdve, itt nagyon-nagyon sok ember, még a megyei közgyűlésnek a döntéshozó is, nagyon-nagyon sokan valahol ezt a szívük. Igaz, hogy akkor kaptuk meg az Európa díjat, eléggé fölfutottunk addigra, és hát látták, hogy ez micsoda eredmény, és hogy az együttes mik hozott addig össze, és hát amikor a Márli Ferenc akkori kulturális miniszter 36 millió forinttal külön megtámogatta, 54 millióba került a táncház. Ez a 36-od adott oda, ahogy hogy nekünk az Albarigának meg kell építeni ezt a házat. És hát amikor megkérdezték, hogy mit akartak ebbe az 1500 négyzetméterbe csinálni, és én akkor ott a Sies Anyival volt egy riportunk akkoriban, amit meg lehet nézni, hogy el kellett mondanom, hogy mi történik ebben a házban. És én elmondtam akkor, amit... Hát
megmosolygom ezt a felvételt azzal, hogy messze többet meg tudtunk csinálni, mint amit én akkor ígértem. És manapság majdnem csak szűk már. És most már ezek történelem lett, és hát hál' Istennek ez így sikerült, és meg kell mondjam, hogy rendkívül örömteli volt ez a munka. Ott sikerült utódokat találnod, hiszen azt tudjuk, hogy több mint 2 évtized, 22 évig voltál művészeti vezető. És ha a 71-es időszakot is hozzátesszük, akkor tulajdonképpen tánckarvezető mi voltodban is nagyon sokat tenni. És most jöttek az új generációk, és én azt hiszem, hogy elsősorban neked köszönhetően mindig születtek olyan fiatalok, akiket már az imént utaltál, hogy akik nem csak az idejüket szerették volna eltölteni, hanem igenis nagyívű terveik voltak a jövőre nézve. Hogy sikerült őket megtalálni? Igen, hát 55 éven van ebben a szakmában, és hát mire észbe kaptam, én lettem a legöregebb, és nagyon örülök, hogy azt, amikor egyedül voltam valamikor, aki elkezdte már, mint az építkezést ott a negyedik, aztán jöttek a társak hozzá, aztán sorban mindenkit sikerült úgy mellém venni, úgy, azt hiszem, nagyon jó érzékkel sikerült kiválasztanom azokat az embereket, akik mind, de itt még a technikai embereket is hozzáteszem, akik mondjuk egy digitalizálásnál, vagy egy hangkazettal, másolásoknál, vagy annak a digitalizálásánál segítettek nekem abban, hogy mindig a szakma előbbre menjen. Itt nagyon-nagyon sokan ember veszi ezt a hitet, ezt a szakma szeretetet, ezt az elhivatottságot, ezt az alázatot. Ezt nagyon-nagyon sok emberbe sikerült elültetni, és hát nem vállalkoznék arra, hogy végig soroljam, mert nem akarok megsérteni senkit és kihagyni, de nagyon vagy sokan vagyunk, és nagyon nagy örömmel nézem, hogy ezek tanítanak ma a művészeti iskolákba, a különböző megyei kültes intézményekbe, együtteseknél, vagy együttesvezetők az országba valahol, és vagy tanítanak valahol, akárhol, hát nálunk a táncházba is, 10 vannak ma már, akik főállásban vannak ebben. Tehát ez most már azt hiszem, hogy akkorára nőtt, amire én soha nem mertem álmodni sem. Ezek a fontos dolgok viszont a hozadéka, hogy kismillió külföldi út, ahova a Kárpát-medencei népi kultúra jó hírét vittétek Székesfehérvárról. Ez az egyik. A másik pedig mindenképpen, hogy a Nemzetközi Néptáncfesztivál az úgy tudott kiteljesedni, hogy az együttes szintet lépett. Nyilvánvaló, hogy úgy tudtak szívesen idejönni, most már egymás sarkát tapossák, amennyire tudom, tehát szívesen jönnének, de hát ugye véges a befogadó készség és képességünk. Hát igen, ahogy jött az élet, ahogy vitt bennünket előre, ugye mindig egyfajta bizonyítási vágy, mindig egyfajta újabb feladat került elő, ugye amikor hát a fesztivál, vagy természetesen a táncegyüttes mindig mindenben, mint módszer, mint segítőtárs, mindenben mindig ott volt, és hát nélkülük ez így nem ment volna nyilván ekkora háttérrel, amikor ott vagyunk 600-an, és ha hozzászámolom azokat a segítő önkénteseket, szülőket, akkor mi ezen is voltunk néha, akik mindezt akarták, segítették, és örömmel jöttek segíteni. Hát azt sértettem meg, akit kihagytam ebből, és nem engednek, nem fért már be a segítőtársak közé. Hát a táncház, mint intézmény, mint rendezvény külön, a művészeti iskola, aki alapja ennek az egész dolognak, hogy a saját nevelési szakemberünk mindenütt a fesztiválba is, hát erre is nagyon büszke vagyok, hogy mindig a saját műhelyből válogattunk embert, saját műhelyből sikerült kinevelni azt az embert, aki ezt a feladatot végzi. Aztán hát jött a fesztivál, ugye jöttek a módszertani munkaanyagok sorba, hát 57 kiadványt csináltunk a szakmának, amit országosan, hát sokáig, amikor nehéz idők voltak, hogy kifizessem a gázszámlát, ezek a számlák, vagy ezek az eladások hoztak ki bennünket a bajból, és évente, hát néha milliós tételbe jöttek be bevételek, hisz az egész országban mi adtuk a módszertanyagokat. Nem volt, tudnék akkor, hogy 90-es évektől a Népfelési Intézetet visszaabszorult, megszüntették ezt a táncosztályt. Nem volt, aki felvállalja ezeket a módszertanyagok készítését sem az alapfokú tanfolyamoknak a tartását. Mi vállaltuk föl ezt,
ezeket az alapfutó tanfolyamokat 30 éve, sőt most már kihelyezett tanfolyamként Pécset is megy, mert igény van rá, hát a vidéken kitanítana más, de csak működésengedélye lehet, meg csak tudással lehet. Igen. Azokat fel kellett valahogy készíteni erre, és hát az mind ebben a műhelyben mai napig ez történik, és hát ez egy hatalmas munka volt, és mondom, ez a sok segítőtárs mind ebben éli ki magát, hál' Istennek, és örömet leli benne. És megérte. Hát igen, én örömmel tekintek vissza mindenre, persze. Köszönöm, hogy ezt mosolygós szemmel mondtad. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, az Alba Régia Tánc Együttes 70 évéről váltottunk szót Botos Józseffel. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!